Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves megemlékezők! Sok szeretettel köszöntöm Önöket Polgárdi Város Önkormányzata nevében. A mai napon az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékezünk. Műsorunk bevezetőjeként Hermann Óban történész szavait fogadják szeretettel. 1848-49 története ma már a magyar nemzeti mitológia egyik meghatározó jelentőségű fejezete. Mítosz ez, hiszen tele van csillogó és drámai jelenetekkel, félelem és gáncs nélküli lovagokkal és hűséges szolgákkal, míg a másik oldalon cselszövőkkel és árulókkal, esküszegőkkel és banditákkal. A múlt század képes albumokat lapozgatva, mintha egy nagy többfelvonásos dráma színképeit látnánk. 1848. március 15-én a Nyomda előtt és a Nemzeti Múzeumnál, július 11-én a Képviselőházban, szeptember 29-én Pákozd és Sukorol között, 49. januárjában Budapest és Debrecen között félúton, április 14-én a Debreceni Nagytemplomban, május 21-én Budavár falain. De nem hiányoznak a tragikus vagy rémdrámai jelenetek sem. Zalatna, Nagyenyed, Abrudmánya füstölgő romjai, a zentai halott fejkoszorú, Petőfi a Héjasfalvi úton, a világosi fegyverletétel, Kossuth búcsúja Orsovánál, és végül az aradi és pesti kivégzések. Mint minden mítosz, 1848-49 története is igaz és hamis elemekből áll össze. A mítoszteremtés már a nagy év napjaiban megindult, így született meg a Nemzeti Múzeum lépcsőjén a nemzeti dalcavaló Petőfi legendája, így adott egy derék ponyvaíró Kossuth szájába imát a kápolnai csatatéren, és egy másik orsavai Dunaparton. És így lett a magyar szabadságharc talán legjobb hadvezéréből, Görgeiből áruló, ki a hazát eladta cudarul. 1848-49 a magyar nemzet közös mítosza, de nem csak magyar mítosz. Nem csak a magyar nemzeti önazonosság egyik meghatározó eleme, hanem a szomszéd népek identitásáé is. A nemzetté válás folyamatának, ha nem is kezdete, de talán az legszembetűnőbb jele nem csak a magyar, hanem a román, szerb, horvát és szlovák történelemben is. De 1848-49 nem csak az itt élő népek, hanem az őket akkor egyesítő birodalom mítosza is. Ekkor indult útnak az a 18 éves fiatalember, aki megmenti a birodalmat a felbomlástól, és aki kiméletlenül abszolutisztikus önkényúrból, külpolitikai és katonai kudarcok sora után többé, kevésbé alkotmányos uralkodóbá, az aradi 13 és Batthyány Lajos hóhérjából joviális Ferenc Jóskává szelídül. Ferenc József uralkodása kezdetén háborúval kovácsolja össze birodalmát, és uralkodása végén egy olyan háborúba viszi, amely a birodalom végét is jelenti. 1848-49 a Habsburg birodalom utolsó megnyert háborúinak éve. Igaz, ezeket a háborúkat önnön alatt valói ellen nyerte meg. De 1848 nem csak a magyar vagy a birodalmi mítosz része. Londonban ekkor jelenik meg egy eljövendő mítosz foglalata, a kommunista párt kiáltványa. Franciaországban ekkor ér véget a polgárkirályság mítosza, és ekkor mutatja meg először elejét a szociális köztársaságé, hogy aztán egy újabb mítosznak, a második császárságénak engedje mutat. Németföldön ekkor próbálják meg először politikusok valóra váltani a német egység gondolatát, hogy csak hamar kiderüljön, ezt csak vérrel és vassal lehet megvalósítani. A kontinens legkeleti pólusán, a cári Oroszországban pedig az intézményes mozdulatlanság uralkodik. Ha pedig nyugatra tekintünk, az óceánon túl ekkor válik valóra a tengertől tengerig teljeszkedés álma. Miközben tízezrek indulnak el az arany bűvöletében Kalifornia felé, hogy a gyors meggazdagodás ábrándjáért áldozzák vagyonukat, esetleg életüket is. A ma emberre azonban nem annyira a mítoszokra, inkább a tényekre kíváncsi. Arra, hogy mi igaz a mesékből, mondákból, legendákból, és nagyon kevés eseménysorhoz tapadt annyi jó szándékú történet vagy rossz ízű pletyka, mint 1848-49-hez. A két év eseménysora nem 1848. január 1-én kezdődött, hanem már jóval évtizedekkel korábban.
és nem 1848. december 31-én, 49. december 31-én fejeződött be, hanem csak évtizedek múltán. Egyes kérdésekben pedig mindáig nem mondta ki a történelem az utolsó szót. 1848-49 történelmi fordulópont volt, de éppen ezért értékelhetetlen az előzmények és a következmények nélkül. Tisztelt ünneplő közönség, kedves polgárdiak! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket Polgárdi Város Önkormányzatának ünnepi megemlékezésén. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, köszönöm, hogy együtt ünnepelhetjük meg a 48-49-es forradalom és szabadságharc immáron 169. évfordulóját. Fontos üzenetet hordoz a nap minden magyar számára határon innen és túl. Gyermekkorom óta jó magam is, mint mindannyian, izgalommal vártam március 15-ét, hogy a nemzeti színű kokárdát a szívünk fölé tűzhessük, ezzel is kifejezve magyarságunkat, hazaszeretetünket és összetartozásunkat. Ez a fontos, ám mégiscsak szimbolikus cselekedet keveset ér, ha szívünket nem adjuk át az eszmének, nemzetünk egyik legszebb ünnepnapján. Az eszme, amiről pedig beszélek, nem más, mint a szabadság. Azé a szabadságé, amiért a magyar nép és a márciusi ifjak az életüket adták. Mindannyian tudjuk, hogy nagy árat fizettünk érte, becsüljük meg hát jól. Nem osztogatják azt mindenfelé a világban. Keményen meg kell küzdeni érte. Halljuk és látjuk, hogy milyen sok ember kénytelen elhagyni otthonát, hazáját, mert nekik még nem sikerült kivívni maguknak azt, amit mi magyarok már megtettünk. Egy békés és szabad országban élhetünk, köszönhetően nemzetünk nagy hőseinek, kikre e napon mindnyájan büszkén emlékezünk. A márciusi ifjak arcáról a legjobb énünk tekint vissza ránk. Történetük kiemel mindannyiunkat a hétköznapok szürkeségéből, tetteik pedig lelkesítenek bennünket. Segítségükkel rátalálhatunk arra az alapkőre, amire minden más, a nemzettel kapcsolatos gondolatunk, vágyunk épül. Arra az alapra, ami a sokféle szándék mélyén mindig egy és ugyanaz. És ez nem más, mint a hazaszeretet. A hazaszeretet, melynek ereje ilyenkor az ünnepen valahogy még tisztábban érezhető, még áthatóbb és még éltetőbb. Megdobogtatja a szívünket, emlékeztet az összetartozásra, és erősíti bennünk magyarságunk megbecsülését. Ezért van, hogy az 1848-as eseményekkel kapcsolatos érzelmeink olyan egyértelműek, hiszen mindenki tudja, hogy félretettük a vitákat, a nézeteltéréseket, és összefogott az ország. Már most pártkülönbség köztünk nem lend, hanem mindannyian hazafiak, s hazafiságunk érzetében egy párt vagyunk, kiáltott a világgá Kossuth március 14-én. Ott és akkor a politikai logikát felülírta a józanész, a magyar út keresése és megtalálása. Kívánom, hogy ez a lelkület a hétköznapokban is elkísérje minden magyar és polgári ember. Hogy tudjunk a közös ügyek mögött egységes erővel felsorakozni, mert 48 a bizonyíték rá, hogy csak így sikerülhet elérni céljainkat. Kedves polgári fiatalok, tisztelt ünneplők! Köszönetet szeretnék mondani az iskolásoknak és a tanároknak, hogy minden évben szép műsorral készülnek nemzeti ünnepeink alkalmával. A közös ünneplés erősíti bennünk a hitet, és eleget teszünk annak a kötelességünknek, hogy generációkon át tovább örökítjük magyar hőseink nagy cselekedeteit. Muszáj felvértezni a fiatalságot, mert fontos feladattal nézünk szembe. A mostani nemzedék sikere, hogy végre új fejezetet nyithatunk településünk és országunk történelmében, magunk mögött hagyhattuk egy átmeneti, egy bizonytalan és egy sikertelen korszakot. Ha magunk elé kitűzött céljainkat elérjük,
Ha leszünk elég bátrak végigmenni a megkezdett úton, akkor az utókor számára egy olyan lélekben, matériában és működésben megújult országot adhatunk, amelynek nem kell félnie a bizonytalanságtól és a kiszolgáltatottságtól. 1848. március 15-ének március 15 különös kegyelme a sorsnak. Március 15-én jó magyarnak lenni. Jó, mert nekünk megadatott az ünnep felemelő, fényes diadala. Ez a nap nem csupán egy a nemzeti ünnepeink sorában, hanem maga a nemzeti ünnep. Hőselődeinkre emlékezünk és ünneplünk. Együtt, közösen. Keresztény országunk magyarjainként joggal bízhatunk a jövőben, mert tudjuk, hogy a magyar nép megint szép lesz, méltó régi, nagy híréhez. Ebben a szellemben kívánok mindenkinek a mai napra egy nagyon boldog, lélekben gazdag ünnepet, így 2017. március idusán. Amikor egy régi világ, akkor élt apám, dédapám, nagyapám, tették a dolgukat, nem kérdeztek semmit, tudták az életet. Jó volt magyarnak lenni. Jött valamikor egy másik világ, meg szét, a színek maradnak, akármilyen a szél. Álmaimban álmodtam, jó lenne szeretni, legyen olyan hely, hogy jó magyarnak lenni. Haza! Rövid szó, mindössze négy betű, de talán nincs még olyan szó, amely mögött annyi emlék, annyi érzés, és annyi tett húzódnék meg. Azt mondom haza, s látom a falut, ahol születtem. Azt mondod haza, s látod a térképet, a folyók, a tavak kékét, a völgyek és a síkságok zöldjét. Azt mondjuk haza! És képzeletünkben megelevenednek a történelem könyvlapjai, és mesélni kezd a múlt. Te csillag, te a népek hajnal csillaga, megvirradt, fölébredt a föld, fut a hajnaltól a nagy éjszaka. Piros arccal jött a hajnal, piros arccal vadsugára, komor fényt vett a világra. E pirulás, vér, harag és szégyen a fölébredt nemzetek szemében. Ma 1848. március 15-ére emlékezünk. 169 évvel ezelőtt az osztrák zsarnokságtól szenvedett nép nem tűrte tovább az elnyomást. A márciusi ifjak Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál vezetésével győzött a pesti forradalom. Kossuth Lajos irányításával a huszárok hosszú ideig győztes csatákkal sikereket értek el a magyar szabadságharcban. Egy idő után a bécsi udvar a környező népek segítségével vérbe folytotta a harcokat, de Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Bemtábornok, Damjanics János, a márciusi ifjak, a hősies huszárok emlékét soha nem lehet kitörölni az emberek szívéből.
Március 15-én a magyar emberek kokárdát tűznek a ruhájukra és az épületeken, magyar zászlót lenget a szél. Minden településen megemlékeznek az 1848-as forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről. Megkoszorúzzák a 48-as emlékműveket, szobrokat. Hajtsuk vissza a történelem kerekét, és idézzük fel 1848. március 15-ének előzményeit, eseményeit. Egy évvel a márciusi napok előtt még így figyelmeztette Petőfi a magyar nemességet a Nép nevében című versében. Még kér a nép, most adjatok neki, vagy nem tudjátok, mi szörny a nép, ha föl kell és nem kér, de vesz hagan. Nem hallottátok Dózsa György hírét? Izzó vastrónon őt elégetétek, de szellemét a tűz nem égeté meg, mert az maga a tűz, úgy vigyázzatok. Ismét pusztíthat, elánkhaltatok. Az intő szó hiába való volt, a helyzet változatlan maradt. Az elnyomott jobbágyok panasza, a nép jelszava csendül fel a dalokban, firató énekekben. Felszántom a császár, húzva lesz, belévetem hazám. Húgaját, hadd tudja meg császár. Terem a magyar szívébe, bánat terem abban, húvetés a magyar élete, szenvedés, áld meg Isten császár törzségét, ne sanyargassa magyar népét. 1848 tavaszán, a népek tavaszán megmozdult Európa. Már januárban forradalom tört ki Palermóban, Nápolyban. Február 23-án forradalom tört ki Párizsban. A Párizs nép demokratikus köztársaságot hozott létre. Március 11-én. Bécsi forradalom március 13-án. Pesti forradalom március 15-én. Milánói forradalom március 18-án. Berlini forradalom március 18-án. Velencei forradalom március 18-án. Megingott. A kitört forradalmak felett a császár nem tudott újra lenni, és hogy a birodalmat mentse, engedett a követeléseknek. Hozzájárult, hogy megszűnjék a feudális önkényuralom. Az akkor még csupán 100 000 lakos a Pesten a Pilvasz kávéház volt a legnépszerűbb találkozóhely az egyetemistáknak. 1848 tavaszán így gyülekezett az a forradalmi hangulatú csoport is, akiket már akkor is márciusi ifjaknak neveztek. 14-én este a bécsi forradalomról érkezett hír növelte a pilvaxi fiatalság elszántságát. 15-én reggel Petőfi, Vasvári, Jókai és Bujovszki Gyula egy kiáltványt készítettek. Ezt később felolvasták a pilvaxban összegyűlt fiataloknak. Itt az alkalom! Tegnap láttam Berontelé egy ifjút a pilvaxba, és hallottam, amikor elmondta, hogy most érkezett a bécsi hajóval. Ő a pozsonyi ifjúság küldötte. Elújságolta, hogy Bécsben is kitölt a forradalom. Metterniket elkergették. A nép Bécs utcáin barikádokat emelt. Nagy szégyen, hogy a bécsiek elénbe vágtak a büszke magyar Rákóczi nép elé. Itt az alkalom kivívni a magyar szabadságot. Meg kell tenni, ki kell vívni. Jönnek Petőfiék. Éljen, éljen! Thank you.
tanulhat, melyeket eddig tőlünk elvontak. Halljuk, halljuk! Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés! Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését. Felelős minisztérium volt Budapesten. Évenkénti országgyűlés Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrség. Közös teherviselés. Úrbéri ifjúk megszüntetése. Esküdtség képviselet egyenlőség alapján. Nemzeti bank. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, a magyar katonáinkat te vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státusz foglyok szabadon bocsátassanak. Unió, vagyis Erdélynek Magyarországgal való egyesítése. Egyenlőség, szabadság, testvériség! Talpra magyar, híj a haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, választhatok! A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Éljen a szabadság! Éljen az egyenlőség! Éljen Petőfi! Éljen Kossuth! Éljen Jókai! Éljen Vasvári! Most menjünk az egyetemhez oda, ahol az ifjú tűz van. Először az orvosokhoz, majd a mérnökökhöz és a jogászokhoz. Előre! Szakadt az eső, amint az utcára léptek, de a lelkesedés áll, mint a görög tűz. A víz nem oldhatja el. Barátaim, itt a szabadulás órája! Most menjünk a cenzorhoz, és felírassuk el a 12 pontot és a nemzeti dalt. Cenzorhoz nem megyünk! Nem ismerünk többé semmi cenzort! Egyenesen a nyomdába! A forradalom fákjája meggyújtott. Előbb még csak kérelemről volt szó, de most a követelés mezejére lépett az ifjúság. Éljen a reform! Éljen! Éljen! Esküszöm a szabadság Istenére, hogy addig nem fogok nyugodni, míg a zsarnokság fenéjét ki nem írtottuk. Esküszünk! Barátaim, itt a szabadulás órája! Az Orvosi Egyetem udvarában ismét felolvasta Jókai a 12 pontot. Az egyetemisták csatlakozásával megnövekedett a tömeg, amelyet az utca népe is követett. Petőfi vezetésével átvonultak a közeli Landerre nyomdához. Az ifjúság vezetői által kidolgozott terv, ugyanis arra irányult, hogy a cenzori engedély nélkül nem tartják ki a 12 pontot. A nyomdánál a fellépés sikeres volt. Az ifjúság vezetői a nép nevében lefoglalták a nyomdagépeket, s Landerer utasítást adott a nemzeti dal és a 12 pont kinyomtatására. A tömeget, amely az eső ellenére türelmesen várakozott, közben az ifjúság egymást váltó szónokai tájékoztatták. Nem volt még dél, amikor a két röplapot, a szabad sajtó első termékeit kinyomtatták, és azt az időközben tovább növekedett sokaságnak kiosztották. Most oszoljatok szét, és délután 3 órakor a múzeum udvarára gyülekezzetek! Áhad a nép, tódul a nép, Petőfi a vezérhe. Testvéreim, követeljük jogainkat, melyeket eddig tőlünk elvontak. Polgártársak, február 26-án kikiáltották a köztársaságot Párizsban. Most indul rohamra Európa minden elnyomott népe, leigázott nemzete. Vesszen az önkényuralom, tegnap előtt Bécsben is kitört a forradalom. Le az esernyőkkel, uraim, mert aki a kabátját félti, az félti a bőrét is. Aki a ruháját félti, az félti az életét is. Éljen! Éljen!
kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés! Egyenlőség, szabadság, testvériség! Talpra magyar! Híja haza! Itt az idő, most van soha! Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés választható! A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink. Szabadon éltek haltak, szolgaföldben nem nyughatnak! A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Sehonna így bitangember, ki most ha kell, halni nem mer, kinek drágább gond élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard, de mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, és ránk kentek a századok, lehossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hossi ujjaink domborulnak, unokáink leborulnak, s áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Menjünk Budára, nyitassuk meg Táncsics börtönét! Budára, Budára! Kiszabadított Táncsicsot fiatal menetben vitték Pestre. Nem is lehetett ennél méltóbb befejezése annak a napnak, amely a sajtószabadság tetleges megvalósításával kezdődött, mint hogy a magyar törvények által nem is ismert cenzúra áldozatát kiszabadítsák budai börtönéből. Dicsőség a népnek, mely jogait egy cseppér elfolyása nélkül ki tudta vívni. Szavaimnak hitelt adhattok. 1848. március 15-e nem csak a magyar, hanem minden nép históriájában fénypontként fog sugározni. A mi győzelmünk nem volt az előszak győzelme, hanem a jognak fényes diadala. Éljen! Éljen! Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az idők végezetéig megmaradnak, mint csillagok ragyognak boldogan, s fényszórnak minden születő tavasznak. Valamikor szép tüzes napok voltak, most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. Ilyen nap volt az, melynek fordulója, ibolyáit ma a szívünkbe szórja. De azért lehetünk búsan visszanézni, és emlékezve mámoros lesz tőled, tűnt március nagy napja, szép tavasz, mely fölráztad a szunnyadó erőket, mely új tavaszok napját égre hoztad, mely új remények ibolyáit tontad. Ó, nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot.